December 28-án került megrendezésre a Sprinterek Kupa, ami már 15 éve része a szekszárdi darts életnek. Mint mindig, most is az Alibi Söröző-ben tartották meg a bajnokságot, ahol 59-en képviseltették magukat. A mezőnyben három nő és egy gyerek is versenyzett. Hajdu Zalán volt a megmérettetés legfiatalabb versenyzője, az apukája szerettette meg vele a sportot, egész kicsi kora óta dárcozik. Az első versenyem az két éve volt, de úgy otthon elkezdtem kb. 4-5 évesen. Jagica Gábor 2017 óta dobálja lelkesen a nyilakat a darctábla felé, azóta igazolt játékosként vesz részt a megmérettetéseken. A szekszárdi versenyre egy véletlen folytán került, erről beszélt nekünk. Én igazából Bács-Kiskun megyéből, én a szomszédból származom, Dusnokról, és egyik hétvége alkalmával pörgettem a Facebookot, és valahogy az egyik ismerősöm belájkolta ezt az Alibi Sörözőt, a szekszárd dárcot, és akkor láttam, hogy pont azon a hétvégén, amikor itthon tartózkodtam, rendeztek egy versenyt. És akkor átjöttem, körbenéztem, azonnal megtetszett, tehát tényleg nívós rendez, tehát a hely is szuper, a srácok is, tehát a rendezés is tök frankó volt, és akkor pont egy versenysorozat közepébe csöppentem, úgyhogy utána többször meg is fordultam itt a versenyeken. Most ez a Sprinterek Kupa, ez nekem a harmadik szám szerint. Az előző kettőbe sikerült a döntőig menetelnem, de ott aztán mindkét alkalommal egy pici szerencse kellett volna az első helyhez, és sajnos nem jött össze, de reméljük, hogy majd összejön. Amatőrök és profik egyaránt nevezhettek a versenyre, a szervezők nem tettek különbséget a játékosok között. A cél az volt, hogy az amatőr játékosok felfejlődjenek a profikhoz. A verseny nagyon jó ütemben haladt, köszönhetően a korai kezdésnek és a játékosok darts tudásának, mondta Nagy Sándor szervező. Mai versenyünkön 56 férfi és 3 női nevező indult, ezért a férfiaknál 16 csoportot alkottunk meg. Voltak 3 fős és 4 fős csoportok, és minden csoportból 2-en jutottak tovább, így alakult meg a 32-es főtábla. Csoporton belül 2 nyert, hogy az 501 dupla kiszállót játszották a versenyzők, és hogyha már az egyes kiesésnél a 32-es táblán pedig már 3 nyertre megy a játék, és a döntő lesz pedig majd 4 nyertes. Hölgyek, ők ugye mivel 3 voltak, ők mindenki, tehát csak ők egyben játszottak, és a többiek pedig elosztva. A döntő és a harmadik hely kijátszása a közönség előtt zajlott. A verseny nyertese Jagica Gábor lett, aki a dicsőségen túl egy trófeával és egy ajándékcsomaggal lett gazdagabb.